Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Első alkalommal jelentkezik a Nyíregyházi Televízió új ifjúsági magazin műsora, a hellonyiregyháza.hu. Elsőre kicsit furának tűnhet ez az elnevezés, hiszen a név hallatán egy internetes oldal jutna eszünkbe, de higgyék el, a névválasztás nem volt véletlen, ugyanis a hellonyiregyháza.hu valóban egy internetes oldal, mégpedig egy fiatalokról, nem csak fiataloknak szóló oldal, és mostantól ehhez kapcsolódik majd ez a magazin műsorunk, melyben a főszerep a nyíregyházi ifjúságé lesz. Az első részben dr. Úrik Attila, a Nyíregyháza megyei jogú város alpolgármestere beszél nekünk a város ifjúsági koncepciójáról. Átélhetjük a központi felvételit író 8-osokkal a továbbtanulás izgalmát, és betekintést kapunk a Flexi Team Aerobik Egyesület jótékonysági bájába, ahol fantasztikus produkciókat mutattak be a gyerekek. Dr. Úrik Attila, Nyíregyháza alpolgármestere, a város többi vezetőivel együtt nagy gonddal egyengeti a fiatalok sorsát, és dolgoznak azon, hogy a fiatal generáció is jól érezze magát Nyíregyházán. Céljuk, hogy mindenki megtalálja a megfelelő szórakozási lehetőséget, és az ifjak bevonásával egy még nyüzsgőbb várost tudjanak teremteni. Az elmúlt években is számos lépést tettek ennek érdekében, és nemrégen létrejött egy ifjúsági koncepció is. Erről kérdeztük a polgármester urat. Amikor idejöttem, akkor a polgármester úr azzal bízott meg, hogy a civil szervezeteket, illetve ezen kívül az ifjúságot is figyelemmel kísérem, természetesen a kulturális életen kívül. És az első az volt, hogy életre keltettük az ifjúsági kerekasztalt, eléggé nagy számban, több mint 30 szervezet vesz benne részt. Ennek van egy elnöksége, ami havonta ülésezik, amelyben a város természetesen ott szerepel. Második lépésként, amellett, hogy folyamatosan térképeztük fel ugye azt a piacot, ami itt van Nyíregyházán, mármint az ifjúsági piacot, megalkottuk szakembereknek a bevonásával az ifjúsági koncepciót, amely tartalmaz egy közép- és hosszú távú cselekvési tervet. Az a célja a városnak, hogy az itt lévő fiatalokat, akik ugye lényegében az a generáció, amely felnőve majd minket vált bármilyen pozícióban, szinten, helyen itt Nyíregyházán, hogy figyelemmel kísérjük, próbáljuk az életüket segíteni, mert a városnak, ennek a felnőtt társadalomnak az a célja, hogy a tizenéveseknek, a huszonéveseknek a hangját valamilyen szinten meghallja, és megpróbálja orvosolni a problémájukat, amennyiben ez lehetséges. Ezt az önkormányzat ezt úgy tudja felvállalni, hogy olyan színtereket teremt meg a számukra, ahol jól érzik magukat, ahol az idejüket értelmesen, okosan tudják eltölteni. Várjuk folyamatosan a javaslatokat, nem csak a kritikákat, hanem az észszerűségeket, azt mondtam el nekik ezen a megbeszélésen, hogy olyan észszerű dolgot tegyenek meg, amit lehet is azért teljesíteni, figyelmeljük azt, hogy mi egy önkormányzat vagyunk, és ezt a párbeszédet még komolyan gondoljuk, és folyamatosan beszélünk is velük. Milyen tervek vannak a jövőt illetően? Hát a fiataloknak nagyon sok tervük van. Múlt héten volt nálam pontosan a diákpolgármester úr és egyik helyettese, és nagyon úgy néz ki, hogy február 21-én meg lesz Nyíregyházán az első nyíregyházi diák önkormányzati ülést tartva. Itt abban a krudi termünkben, ahol a nyíregyházi közgyűlés is folyik. Ezt ugye a Mustárház szervezi, amelynek ugye partnersége van az önkormányzattal, és kötelessége lényegében az, hogy a diák önkormányzati irodát működtesse, és mivel ez meg lesz tartva, és mivel láttuk a programot is, polgármester úr azt gondolta, hogy mindenféleképpen helye van ennek itt az önkormányzatnál, sőt ő jön és köszönti is a fiatalokat, akik erre kíváncsiak és hajlandóak azokban a témakörökben, amiket megadtak nekik véleményt nyilvánítani. Elmennek szekciülésre, innen előadások után elmondhatják a véleményüket két helyen is a városban, majd visszajönnek ide, és itt majd nekünk is elmondják azt, hogy ők mit gondoltak, tehát azt rendesen, normálisan, ahogy kell, a többiek elé tárják, tehát lesz mindenféleképpen egy ilyen, de gondolkodnak máson is, gondolkodnak még a Veribaltón a folytatásán, gondolkodnak bálokon, jelmezbálon, különböző ötleteik vannak, és mi ezeket támogatjuk,
éppen azért, hogy jobban érezzék magukat itt Nyíregyházán, vagy a saját lelkükben, a saját bőrükben jobban megférjenek, amellett, hogy tudjuk azt, hogy az ő társadalmuk már ez az egészen elég gyors digitális ifjúsági társadalom, amelyen nem nagyon lehet lépést tartani, az az igazság, az ember hiába próbálja meg, de mivel a gyerekkorában nem ez történt, ezért csak kapkodja a fejét, hogy most a fiataloknak mi a szokása, és hogy mit, hogyan csinálnak, hogyan oldanak meg legfőképpen hogyan élnek meg, de nálunk az ifjúsági kerekasztalban mindenfajta szervezet van, aki tud nekik segíteni, rajtuk segíteni, elméleti szakemberek, gyakorlati szakemberek, akik ráadásul ifjúsággal foglalkoznak, civilként vagy szakmaként, úgyhogy igen, széles a paletta, amit Nyíregyháza megyei városa és annak vezetése ajánl a számukra. Ezt az utat választottuk, hogy kimegyünk, elmegyünk közébük, megpróbáljuk őket megszólítani, minél nagyobb számban elhívni rendezvényekre. Ezért volt az, hogy a Hello Nyíregyházán tavaly az iskolákat hívtuk meg, és iskola utcát csináltunk nekik, hogy mutassák már meg a szakiskolák, hogy mekkora érték van bennük. Hogy ezek a gyerekek, akik szakiskolába is járnak, ők feltalálók is, ők a szakmát már tizenévesen milyen jól megtanulták, amit mi nem tudunk két szöget beütni, nem tudunk tetőt fedni, nem tudunk autót szerelni, nem tudunk nagyon sok mindent, amit ők tudnak, és azt gondolom, hogy különböző szakgimnáziumok és szakiskolák részvételével ez jól sikerült. És legyen az hír, hogyha a Bánkiból, hogyha elmennek, vagy valamelyik másik iskolából elmennek világversenyekre, cukrászok, pékek, bárki, hogy tényleg legórobotosok, vagy aki éppen ezzel foglalkozik, és ott jó helyezést érnek el, az legyen már Nyíregyházának egy büszkesége, ne az iskolai berkeken belül maradjon, vagy annak a szűk társadalomnak, vagy szűk rétegén belül, aki ezt tudja, mert valami csak akkor él, hogyha az emberek tudnak róla, hogyha nem tudnak róla, az nincsen. A számukra annyi információ írja az embert, hogy muszáj szelektálnia. És azt gondolta a vezetés, az önkormányzat vezetése, hogy ezt az utat választja, járja be. Ugye ebben nagy segítsége van a televízió, a média, amit nagyon szépen köszönünk, mert azért ugye ezek a felületek azok, amelyek széleskörű nézettséget élveznek, de mi megpróbáljuk a saját eszközeinket is bevetni ahhoz, hogy így együttműködve sikereket érjünk el. Nemrégen volt az írásbeli központi felvételi a 8-osok számára. Románi Balogh Gizella, a Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskolai és kollégium igazgató helyettese segített nekünk eligazodni a jelenlegi rendszerbe, és elmondta, milyen lépéseket kell megtennie egy mostani 8-osnak addig, ameddig bekerül középiskolába. Minden évben nagy izgalom a felvételi rendszer a 8-os végzős diákoknak és a középiskoláknak is. A gyerekeknek azért, mert nem mindegy, hogy milyen irányban indulnak el. Lehet ugyan később módosítani, de az már mindenképpen egy kis időveszteség. A középiskoláknak pedig azért, mert nem mindegy, hogy milyen előképzettségű gyerekekkel tudják az egyre nehezedő továbblépési feltételeket teljesíteni. A legtöbb iskolában van központi írásbeli, a gimnáziumokban mindenképpen van központi írásbeli vizsga, hát vagy mind a két tárgyból, magyarból és matematikából is kérik az iskolák, legtöbbször igen, és van szóbeli felvételi vizsga is. A központi írásbeli vizsga, ahogy a neve is mutatja, azt nem mi állítjuk össze, hanem az egész országban ugyanabban az időpontban, ma 10 órától a magyar nyelvvel és 11 órától a matematikával foglalkoznak a gyerekek, és próbálják megoldani a feladatlapokat. A szóbeli felvételi vizsgára pedig egy intervallumot ad a szabályzat, és abban az intervallumban a középiskolák maguk határozzák meg a szóbeli felvételi időpontjait. 3 napot szoktunk meghatározni, és vannak olyan
továbblépési lehetőségek, ahol alkalmassági vizsgát is kell tenni. A mi iskolánkban testnevelés emeltúra számú képzés van, és angol emeltúra számú képzés. Az angol emeltúra számú képzésre angol nyelvből van szóbeli felvételi vizsga, a testnevelés tantárgy esetében pedig magyar nyelvből is van alkalmassági vizsga is. Az alkalmassági vizsga az nem ér pontszámot, csak egy szükséges feltétel. Meg kell, hogy feleljen a gyermek az előírásoknak, és orvosi igazolásokat is kell hozniuk, hogy alkalmasak erre a tagozatra. És hogy adódnak össze a pontszámok? A 100%-ot az behatárolja egy jogszabály, tehát az központi írásbeli, ha van, akkor az 50%-át azt kell, hogy adja az összes felvételi pontszámnak. Azon belül, hogy a magyar matematika hogyan oszlik meg, az már az iskola döntése, és 25% lehet a hozott pontszám, de hogy mi milyen tantárgyat kérünk és más iskolák is, azt mi döntjük el. Nálunk a készségtárgyak nem számítanak, azon kívül minden tantárgy, és 25% a szóbeli felvételi vizsga. Összesen be mindegy, hogy ezek önállóan milyen pontszámot kapnak, összesen be arányaiban így számítanak bele a felvételi összpontszámba. A diákok határozott továbbtanulási elképzeléssel érkeztek megírni a felvételit, nagy volt az izgalom előtte. Az Arany János általános iskolában és gimnáziumban járok, és a Kölcsey Ferenc gimnáziumban szeretnék továbbtanulni. Miért döntöttél úgy, hogy a Kölcseyt választod? Hát én nagyon szeretnék a nyelvekkel foglalkozni, és ott nagyon sok nyelvi tagozat van. Itt az Aranyban nagyon sok mindent megtanítanak, de a nyelvekre annyira nem fekszünk rá az angolon kívül, és a Kölcseibe pedig nagyon jól tanítják, és nagyon tetszik az egész hely. Tehát így arra gondoltam, hogy valami nyelvi szakra mennék. Mennyire nehéz nyolcadikosként most felvételizni bárhova is? Hát szerintem elég nehéz, mert ahogy néztem az előző éveknek a felvételi lapját, volt néhány olyan feladat, amit még nem is tanultam, hogy kell kiszámítani. Tehát a testvérem segített nekem. Így már tudom, hogy kell természetesen, de azért egy kicsit nehéz volt, hogy ugye minden iskolában más anyagot adnak be, más ütembe, és nem mindenki ugyanazt tanulja, és valaki többet tud, valaki meg kevesebbet. És így úgy gondolom, hogy kicsit nehéz. Mennyire izgulsz így ma? Hát eddig nem izgultam, de most így kezdek izgulni. De mindenki azt mondja, hogy vegyek nagy levegőket, úgyhogy majd azt fogom csinálni. Egy rövid tájékoztató után mindenki elfoglalta helyét a kijelölt teremben, ahol elmondták a felvételi menetét. Tehát mi alatt várom, hogy megkapjam az aláírt nyilatkozatokat, hogy a tájékoztatást megkaptátok a dolgozat megtekintésével kapcsolatban. Elmondanám még egyszer, hogy minden tanuló gondoskodjon arról, hogy a személyigazolványa ott legyen a pad szélén, látható helyen. A feladatlap megoldásához golyóstól használható, semmi egyéb segédeszköz. Látom, hogy a telefonját mindenki rendben kitette ide a tanári asztalra. Azt szeretném még elmondani, hogy azon tanulók részére, akinek a határozata itt található a dossziémban, amely szerint többletidő jár nekik a magyar nyelvi feladatlap megoldásához, az ő számukra 10 perccel hosszabb lesz akkor a feladatmegoldás ideje. A magyar nyelvi feladatlapok 10 órakor kerülnek kiosztásra, és a megoldásra mindenkinek 45 perce van. Majd megkezdődött a feladatlapok kitöltése. Sok sikert kívánunk mindenkinek!
A Flexi Team Aerobik Egyesület jótékonysági bájára látogattunk el, ahol a gyerekek bemutatták produkcióikat. A kezdő csoporttól a már nemzetközi versenyeken is szereplő csapatok is felléptek. A bál célja az volt, hogy egy újabb sporteszköz megvásárlására gyűjjön össze a pénz, amivel még kiemelkedőbb gyakorlatok bemutatására válnak képessé a gyerekek. Az est vendége volt Szilvási István önkormányzati képviselő is, aki nagyon el volt ragadtatva az előadásoktól. A Flexi Team Aerobik Egyesületnek vagyunk a harmadik bálján. A 2016-os évben ez az egyesület volt, amelyik Nyíregyházára tudta hozni az országos bajnokságuk harmadik fordulóját, ami óriási teljesítmény. Nyíregyházán az aerobik, mint feltörekvő sportág. Igazából sportág, művészi értékkel rendelkező sportág. 2017-es terveik tekintetében is hasonlókat terveznek, nemzetközi versenyt még nem mernek idehozni, azt mondták egyelőre még megbirkóznak az országos feladatokkal, viszont a 2016-os évhez hasonlóan már több nemzetközi szinten is jegyzett versenyzővel rendelkeznek. A gyerekek elő is adtak produkciókat, hogyan tetszett? Nagyon aranyosak, igazából az a legédesebb, amikor 5-6 éveseket látunk tökéletesen végrehajtott szaltókat bemutatni a színpadon. Nagyon ügyesek, és most, amikor már felszabadultabban önkéntelenül is táncolnak, azokkal az elemekkel vegyítve, amit megtanultak, nagyon jó hangulatot teremt. Több mint 10 éve vagyunk jelen Nyíregyházán, sporterobikkal foglalkozunk. Ez egy nagyon jó keveréke a tornasportnak és a mozgásra végzendő gyakorlatoknak, sorának, és ez egy nagyon-nagyon közkedvelt a gyerekek körében. Hogy jött ez a te életedben? Hát ez nagyon-nagyon rég múltra tekinthető vissza, még a 90-es évek elején jött be Magyarországra az aerobik, és akkor én még főiskolás voltam is fiatal, és nagyon-nagyon beleszerettem ebbe a sportba. Plusz még olyan szerencsém volt, hogy még a tornasportban is jártas voltam. Nos, az, amit most az egyesületünk, amivel foglalkozik, ennek a keveréke az aerobik és a tornasportnak az egyvelege. Hány csoportotok van? Hány gyerek jár hozzátok? Hát jelenleg olyan 110-120 gyermek az, aki rendszeresen látogatja az edzéseinket. Vannak olyanok, akik kezdők, vannak olyanok, akik hobbiból járnak, és vannak nagyon komoly versenyzők, akik már nemzetközi versenyeken is szerepelnek. Milyen versenyekre vagytok büszkék a 2016-os évből? Hát nagyon-nagyon sok versenyünk volt, amelyek főleg Magyar Kupa versenyek. Egyet mi is rendeztünk itt ősszel, a Magyar Kupa harmadik fordulóját. Az összes, azt mondhatom, egységünk nagyon-nagyon jól szerepelt, döntőbe jutott, dobogón állt. Nemzetközi versenyálmaink is megvalósultak 2016-ban. Az első versenyünkön már dobogón állhattak Zlínben, Csehországban. A gyerekek Szlovákiában szerepeltünk még, illetve a Hunópenen. Én azt gondolom, hogy a 2016 az egy igazi nagy álom teljesülése volt. Milyen terveitek vannak 2017-re? Hát tavalyhoz képest most azt gondolom, hogy 50%-kal nőtt a versenyzők száma. Minden versenyzőket szeretnénk, hogyha jól szerepelne, hogyha eredményes lenne és sikerélménye lenne ebben a sportban, illetve a nemzetközi versenyeken tovább jól szerepelni és minél több versenyre kijutni. Mi kell ahhoz, hogy valaki sikeres legyen ebben a sportban? Elszántság, kitartás, egy nagyon jó szülői háttér és az, hogy jöjjön hozzánk. Mi a tapasztalat? Mennyi idő eltelte után lesznek a gyerekek versenyképesek? Ez nagyon változó egyébként, mert például most volt egy olyan csoportunk, akik 2-3 hónapja kezdtek el itt az egyesületünkben versenye, vagy egyáltalán ezzel a mozgásformával megismerkedni, és most fel is léptek, és egy tényleg nagyon szép teljesítményt mutattak. Én azt gondolom, hogy ha őket itt elkapja a gépszi, és ez nekik tetszik, akkor itt már a határa csillagoség.
Hány edzésük van a gyerekeknek? Attól függ, hogy milyen korosztályt és milyen kategóriáról beszélünk. A 2, a 3 és a 4 heti edzésről beszélünk. Vagytok, és mióta jártok ide? Én 5 vagyok. És mióta jársz ide? 1 éve. Olyan régen, és szeretsz ide járni? Igen. Miért? Hát mert jó dolgokat gyakorolunk, és szeretem. Szereted? És miket szoktatok csinálni edzéseken? Szoktunk amúgy kezenállásokat is csinálni, meg szoktunk nyújtani is. És te hány éves vagy? 6. 6 éves vagy. Óviba jársz még? Igen. És mióta jársz ide? Szerintem 2 éve. Olyan régen? És neked hogy tetszenek az edzések? Jól. Miket szoktatok csinálni? Párkát, bognit. Nagyon sokáig akarok még ide jönni, mert nagyon jókat gyakorolunk. És hogy tetszett nektek a fellépés? Máskor is léptetek már föl? Igen. Csak nekem ez az első fellépésem. Nekem már tavaly is volt. És hogy tetszett? Milyen érzés volt a színpadon állni? Jó. Nagyon jó volt. Vanda vagyok, és 10 éves. Perényi Dorina vagyok, és 11 éves. És mit lehet rólatok tudni? Ha jól tudom, akkor ti már régi motorosok vagytok. Hát igen. Mióta csináljátok ezt? Én már lassan 8 éve. 5 éve. És mi az, ami elvarázol ebben benneteket? Mi az, ami nagyon tetszik? Kimehetünk világversenyekre, és akkor sokan fognak ismerni. És nekem minden tetszik benne. Nekem, amikor a dobogó tetején állhatunk, és hát és élvezhetjük azt, hogy jó eredményeket érünk el. Milyen, melyik az a legnagyobb verseny, amit megnyertetek? Hát eddig a Csehország volt, ami harmadikak lettünk. És hogy zajlik egy edzés? Mi az, ami a legnehezebb része? Mi kell ahhoz, hogy ezt a sportot valaki ilyen jól üzze? Hát oda kell figyelni nagyon, hogy nehogy kimenjen a bokánk, meg ilyenek. Mert vannak olyan elemek, amikor például olyan leérkezés, ami hogyha nem figyelsz oda, kimegy a bokád, vagy valami. Hát szerintem még nagyon fontos az elszántság, hát meg az erő. Mennyit kell gyakorolni? Bármikor nagyon sokat. Mióta jársz ide, és miért döntöttél emellett a sport mellett? 3 éve kezdtem el aerobikozni, és nagyon megtetszett a sport, és maga, ahogy dolgozunk edzésen. Miket szoktatok edzésen csinálni? Hát először bemelegítünk, nyújtunk, és ilyen akrobatikus elemeket gyakorlunk, és utána mindenki a saját gyakorlatát. Korábban is sportoltál már valamit? Igen. Hát úsztam, meg tájfutottam. És ha elmentek egy ilyen versenyre, akkor mennyire szoktál izgulni? Hát én nagyon szoktam izgulni, és főleg a színpadon, de már ott előtte is, és utána olyan jó érzés, amikor lemegyünk a színpadról, hogy vége, letudtam. Én oklevelet kaptam, és ugye azért oklevelet, mert hogy a döntőben nem jutottunk be, de nagyon jó eredményeket értünk el. Mennyire kemény munka van e mögött? Mennyit kell edzeni?
nagyon sokat és nagyon keményen. Én heti 5 edzésre járok, és mindenki nagyon oda teszi magát, és mindenki nagyon küzd, hogy jobb legyen. Mióta táncoltok itt? Hát ez a második évünk. És együtt kezdtük. Igen. De hárman egyszerre barátnők is voltok? Igen, osztálytársak. És miért volt érdemes belevágni? Mert ez egy nagyon jó mozgás, és igazából egyszerre a szórakozás is, és nagyon élvezzük csinálni szerintem mind hárman. Hát jó barátokkal lenni, meg úgy jó a hangulat az egész edzésnek. Az egész egy ilyen családos hangulata van, és nagyon jól érezzük magunkat az edzéseken, a fellépéseken és a versenyeken. Mennyire nehéz ez a sport? Hát eleinte nagyon nehéznek tűnt, de egy idő után már beleszoksz, és úgy már sokkal könnyebb odafigyelni a mozdulatokra. Hozzá lehet szokni, de mindig vannak nehezek. Igen. Mindig újak és újak. Új dolgokat. Igen, meg azért ez elég mozgalmas, intenzív sport, nem fárasztó nagyon? Hát fárasztó, de így ugye edzésen is azt gyakoroljuk nyilván, hogy bírjuk a gyakorlatot, és azért erősítünk rá, szóval igen, így. Fárasztó, de amúgy megéri, meg is látszik. Voltok. 11 éve aerobikozok. Hogy ennyi éven keresztül kitartottál emellett? Hát a társaság, meg az edzők, meg nagyon jó. Szeretek sportolni, szóval ez jó. Kívülről olyan könnyűnek tűnik, de gondolom, hogy ezért kemény munka van mögötte. Milyen egy edzés, hogy lehet elképzelni ezt, mit csináltok ott, mennyi felkészülésre van szükség ahhoz, hogy valaki már így színpadra tudjon állni? Nagyon sokat edzünk, nagyon keményen, hetente 4 edzésünk van, és ezt mindenki szereti, mert nem csak jó a társaság, hanem hát mint egy család úgy vagyunk ott, és nagyon jó. Hogy egyszerűbb, hogyha többen táncoltok egyszerre, vagy hogyha külön-külön? Én egy évet végig versenyeztem egy inibe, és én mindenképpen a csapatot választanám, hiszen abban sokkal könnyebb eredményesnek lenni. Melyik eredménye az, amire a legbüszkébbek vagytok? Magyar kupa, első helyzet. Mindegyikőtök táncolt benne? Igen. Mit ad ez? Miért érdemes ide jelentkezni bárkinek is, aki esetleg kedvet érez ehhez? Szerintem mindenképpen érdemes ide jelentkezni, hiszen sportosabbak leszünk, kreatívabbak, a előadásmód, és természetesen szép alakot is kaphatunk. Milyen érzés az, amikor a színpadon álltok? Hát amikor szólítanak minket versenyre, akkor nagyon izgulunk, de amikor fellépünk és látjuk, hogy mennyi mindenki szurkol nekünk, akkor mindent elfelejtünk és csak a gyakorlatra koncentrálunk, amit begyakoroltunk. Yeah!
Reméljük tetszett új műsorunk, és legközelebb te is viszont láthatod magad felvételeinken, ha történik valami érdekes iskolátokban, vagy nyertél egy versenyt, aminek élményét szívesen megosztanád a többiekkel, esetleg ha kilátásban van egy jó program, ne habozz, írj nekünk az info@hellonyiregyháza.hu e-mail címre, és mi megpróbálunk ott lenni. Az anyagaink és más érdekes cikkek megtalálhatóak a hellonyiregyháza.hu internetes oldalon is, ne felejts el felnézni oda!